Köszöntöm nézőinket! A televízióban is nagyon sokszor beszámolunk a Magyar Madártani Egyesület tevékenységéről, amely nagyon sokrétű és nagyon-nagyon szép célt szolgál. 50 éves immáron az Egyesület, ebből az alkalomból Gödöllön összehívtak egy emlékülést, ahol emlékéremmel jutalmazták azoknak az önzetlen tevékenységét, akik sokat tesznek a témáért. Két vendéget köszöntök a stúdióban, mindketten ennek az emlékéremnek most már a tulajdonosai, Bellinger Attilát, a Magyar Madártani Egyesület Csoproni csoportjának elnökét. Jó napot kívánok! És dr. Hadarics Tibor urat, aki a Magyar Madártani Egyesület Csoproni csoportjának oszlopos tagja, nagyon-nagyon sok mindent tesz a jó ügyért. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásomat. Szívesen. Beszélgessünk akkor a Magyar Madártani Egyesület tevékenységéről a fél évszázad kapcsán. Milyen történelmi múltra tekint vissza? Egyáltalán miért is alakult meg, hogyha jól számolom, akkor 1974-ben? Így van, 1974 elején érett meg a helyzet arra, hogy egy ilyen társadalmi szervezet létrejön. Az akkori hatalom nem tekintett jó szemmel a civil kezdeményezésekre. Rakoncai Zoltán volt akkor a Természetvédelmi Hivatal elnöke. Ő nagyon sokat tett azért, hogy ez az egyesület létrejöhessen. Országos egyesületként alakult meg Budapesten a Barlangmoziba tartott alakuló ülésen. És ezután létrejöttek a helyi szervezetek. Itt Sopronban is alakult egy, már éppen nem 74-ben, 75 elején, a Soproni Egyetemen dr. Kárpáti László volt ennek a motorja, és az alapító tagok között nagyon sokan diákok voltak a Soproni Egyetem hallgatói, a Róth Gyula Erdészeti Technikumnak a hallgatói, de többek között Csapodi István, a neves botanikus, vagy Bognár Dezső, a Városszépítő Egyesületnek az akkori vezetője és tagja lett. Az egyesület nagyon sok mindennel foglalkozott, nyilván először a szervezet elterjesztése, tehát a szervezetépítés volt a fontos, kezdetektől fogva a madártelepítés, madárvédelem, madárgyűrűzés jelen volt. A nehézséget az okozta, hogy Sopron iskolaváros, tehát akik tagok lettek és aktivizálták magukat az egyesület keretében, ők általában az iskola elvégzése után elhagyták a várost, és például a Nemzeti Park igazgatók és más helyi csoportok vezetői lettek, neves professzorok, ugye Faragó professzor, ugye itt maradt az egyetemen, de Gyurács professzor, aki a Szombathelyi Egyetemen van, ők is mind ennek a szervezetnek a keretéből indultak. Egy a 10 év kellett körülbelül, mikor kialakult egy olyan állandó szervezeti mag, akik aztán utána építkezni tudtak, és az egymás után következő években történő események ezeket egy összefüggő láncolatot alkottak. A máig meghatározó tevékenységünk az, hogy a TIT-tel együttműködésben előadásokat tartunk legkülönfélebb természetvédelemmel összefüggő témákba, tehát a madárgyűrűzés, madárszámlálások, a természetvédelem nagyon sok ága tartozik ide. Beszéljünk egy kicsikét arról, hogy miközben a nézők megcsodálhatják ezeket az emlékérmeket, amely tényleg azt gondolom, hogy jelzésértékű csupán azoknak, akik kapták, hiszen nyilván nem ezért teszik ezt a nagyon szép tevékenységet. Az emlékérmek mögött kiadványok is vannak, ugye az egyik azt érdemes annak fellapozni, akit érdekel az Egyesület múltja, hiszen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület első 50 évéről szól ez a kiadvány, viszont mellette van egy nagyon izgalmas, régebbi kiadvány, a Magyar Madártani Egyesület tudományos ülése 1982 Sopron. Ez a kiadvány mit tartalmaz? Hát a Madártani Egyesületben ugye 74-ben alakult, ugye el kell telni azért néhány évnek, hogy a tagok vagy a munka során bizonyos eredmények szülessenek, de nagy lendülettel vágott bele mindenki a különböző kutatásokba, és 82-re megérett az idő arra, hogy ebből egy tudományos ülést hozzunk létre. És ez volt az Egyesületnek az első tudományos ülése, ami konkrétan Sopronba került megrendezésre a akkor Erdészeti és Faipari Egyetemen. Azóta már számtalan ilyen tudományos ülés követte ezt, hát ilyen 4-5 évente, néha nagyobb kihagyásokkal, Szombathelyen, Debrecenben, Nyíregyházán, Baján, Budapesten, tehát több helyen volt már.
és minden tudományosulésről készült egy ilyen kiadvány, amely ott elhangzott előadásokat tartalmazza. És hogy nem is ennek apropóján, vagy ennek folytatásaként, de így az 50 éves évfordulóhoz kapcsolódóan most itt szervezünk mi is szintén az egyetemen, a Ligneumban, a rektor úr jóvoltából egy ilyen tudományos ülést, ami nem országos lesz ugyan, hanem egy ilyen regionális helyi, inkább a megyére koncentráló kutatásokat fogjuk bemutatni a meghívott tagoknak és az érdeklődőknek. Hát ez nagyon-nagyon izgalmas, hogy előrelépés történik, hogy Sopron ennyire kiveszi a részét ebben a szép nemes tevékenységben. Engem nagyon érdekelne, hogy mennyire sikerül a Magyar Madártani Egyesületnek akár országosan, akár pedig helyi szinten mozgósítani azokat az embereket, akik akár nem tagjai a csoportnak, de valahol felelősséget éreznek a madarakért, hiszen talán az egyik fő célkitűzés az, hogy azokhoz is eljusson az üzenete az Egyesületnek, akik lehet, hogy nem aktívan, és napi szinten, és heti szinten, de figyelnek a témára. Az Egyesület taglétszáma most már hosszú évek óta 10 000 közeli, ez nem kicsi taglétszám, és ebbe sok minden belefér, tehát benne van a madáretető nénike, aki megveszi a piacon, vagy átveszi a helyi szervezettől a közösen beszerzett madáreleséget, de benne vannak a tudományos élet jeles személyiségei, akik olyan szaklapokba publikálnak, amiknek nagy az idézettsége. A 10 000 fő keretén belül azért ezrekre tehető masszívan azoknak a száma, akik aktív kutatási, monitoring vagy természetvédelmi tevékenységet végeznek, jellemzően mindent. És fontos elmondani, hogy az 50 éves évfordulóra 50 darab emlékérmet adott ki az Egyesület. Nyilván sokkal többet is kiadhatott volna, hiszen sokkal többen megérdemelték volna ezt. Hát nyilván ez egy tulajdonképpen egy marketing, vagy hát egy eszmei határ volt, hogy kapjon 50 ember, de azok közül, a tagjaink közül, akik nem kaptak ilyen érmet, azok közül is nagyon sokan ugyanolyan fontos munkát végeznek. Az Egyesületet egyébként a világon sokfelé jegyzik, hiszen tagszervezet vagyunk a BirdLife International-nek, amely a szövetsége tulajdonképpen a madárvédelemmel foglalkozó szervezeteknek. Gyakorlatilag akkor én mégiscsak érdeklődnék így a Madártani Egyesületen picit túl talán, hogy személy szerint mi az, ami megfogta önöket a madarakban, tehát miért arra tették fel, és lehet, hogy nem is túlzok az életüket, hogy a madarakkal foglalkozzanak, hogy a madarakat megismerjék minél mélyebben, hogy az ő életterüket segítsék akár, az életüket meg feltérképezzék. Honnan jött ez a szenvedély? Hát tulajdonképpen a madarak szeretete az emberiségben általában benne van, tehát aki alapvetően érdeklődik a természet iránt, szeret kint lenni a természetben, előbb-utóbb vagy a madarakhoz jut el, vagy a madaraknál kezdi. A botanikusok szokták mondani, hogy mindenki madarászként kezdi, csak van, aki tovább tanul, mi persze ezt nem így gondoljuk, de összességében, tehát a madárvilág az, ami közel áll az emberhez. Ugye nyilván madarak sokszor szépek, színesek, attraktívak, szeretjük az éneküket. Tehát aki nem is különösebben madarász vénájú, vagy ilyen természetvédelmi vénájú, csak egyszerűen szeret a természetben lenni, ott is leginkább a madarakra figyel fel először a környezetében. Szóval van még néhány állatcsoport, a lepkék ilyenek, amik még úgy közelebb állnak az emberhez. De igazából valójában az egész természetvédelmet, hogyha nézzük, akkor a 20. század elejéből volt egy ilyen madár- és állatvédelem, etessük a madarakat, telepítsünk kodukat. Igazából a természetvédelem is a madárvédelemből, a madarak szeretetéből, ismeretéből nőtt ki és terebélyesedett ki aztán a többi állat- és növénycsoportra. És gyerekkorból ered egyébként ez az érdeklődés? Természetesen. Ja, nyilván azért ez az ornitológia régi időkben is a vadászathoz is kapcsolódott. A szomszédunk egy vadászember volt, és még kisgyerekkorban sokszor mentem át hozzájuk, és akkor ott áhítattal nézegettem a különböző
Hát mondjuk egy kitömött madarakat most már nem áhítozom azért annyira ezekre, de innen indult. És akkor édesapámtól megkaptam, nagyon emlékszem, a Búvár zsebkönyvek Madarak című kötetét. Uh-huh. Sorozatnak egyébként ez volt az első kötete. Hát aztán innen nem volt megállás, hogy úgy mondjam. Attila? Hát az én kíváncsiságomat egy elpusztult gyűrűs egerész keltette fel. Valakivel találkoztam, aki ezt a madarat horcolta, és hát megpróbáltuk felfejteni ezt, hogy ez akkor most micsoda, honnan jött. És amikor már az érdeklődés megvolt, akkor onnantól kezdve ezt nem lehetett megállítani, hát ugyanúgy Búvár zsebkönyvek, és az ajándékba kapott, a balagásod ajándékba kapott távcső, tehát valahogy így indult ez az egész. És a Tibor említette, hogy nagyon sokan aztán más szakterület felé fordultak. Én is sok olyan botanikust, denevérkutatót, hüllőkkel foglalkozó szakembert ismerek, akik hasonlóképpen, ha már felébredt az érdeklődés, onnan már valamilyen irányba specializálódtak, és az a közös, és hát a Madártani Egyesület nem csak madarászokból áll, hiszen benne van a természetvédelmi szó is, van lepkevédelmi szakosztály, kétértő hüllővédelmi szakosztály, tehát több élőlénycsoporttal foglalkozunk, de a közös az, hogy aki megismeri ezeket az állatokat, növényeket, annak nagyon hamar feltűnik az a rettenetes pusztulása, mint keresztül megy ma a szűkebb környezetünk. Tehát az elmúlt 30 évben, 30-40 évben körülbelül annyi természeti értéket vesztettünk el mindenre 1000 év alatt. Tehát hihetetlen módon már tulajdonképpen a létünket veszélyeztető állapotba jutjasson az a természeti környezet, aminek a maradékait látjuk. Hiszen ne felejtsük el, amikor lemegyünk egy védett területre, megnézzük egy erdőt vagy egy vizes élőhelyet, ezek maradtak meg. Sok helyen már autópálya van, városaink vannak. Az is valamikor ugyanolyan része volt a természetnek, csak már elveszítettük. Tehát akkor tulajdonképpen jól értelmezem, a Magyar Madártani Egyesületnek, így a Soproni csoportnak is nagyon fontos feladata az, hogy erre a témakörre felhívja figyelmet, hogy erre nagyobb fókusz jusson? Igen, foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, hiszen több olyan természetvédelmi monitoring tevékenységben benne vagyunk, amik hosszú időléptékű adatsorokat szolgáltatnak. Hát, hogy más ne mondjak, 1983-ban indult el a fertői vadudaknak a monitoringja, közösen az osztrák kollégákkal, ami akkor nem volt olyan egyszerű, hiszen köztünk húzódott azért egy vasfüggöny, de azóta ez folyamatosan működik, tehát most már bele sem merek gondolni, hogy hány év telt el azóta, több mint 40 évet csináljuk. Ez azért elég hosszú idősor, és hát sok olyan tevékenység van, amit hasonlóan hosszú ideje végzünk. 2004 óta végezzük például az énekes madaraknak a monitorálniát egy nemzetközi program keretében. Ezek most már meghozták az eredményeiket. Én nagyon lelkesen hallgatom egyébként ezeket a történeteket. A madarakra is például a Faragó professzor úrnak néhány nagyon érdekes, izgalmas története hívta fel a figyelmemet, hogy mennyire izgalmas téma. A beszélgetés vége fele arra lennék kíváncsi, hogy itt a környékünkön élő madarak közül kinek melyik a kedvence, van-e ilyen, és ha igen, akkor miért? Mi az a tulajdonsága, szépsége, egyedisége, ami éppen magával ragadó? Természetesen mindenkinek van kedvence. Hát így csoportra mondva, ugye kedvenceim nekem például a parti madarak. Uh-huh. Ugye ezek a sekély iszapba, vízpartokon futkározó lilék, cankok, ilyesmik. Ugye ezeket itt a vizes élőhelyek környékén viszonylag könnyű megfigyelni, de amúgy ha egyet ki akarok emelni, akkor az pont nem egy parti madár, hanem a sitke. Uh-huh. Ez egy nádiposzáta faj, amely viszonylag nem nagy elterjedésű, és nagyjából a fészkelő területének a nyugati határán vagyunk mi. Nagy ilyen régi javas nádasokban a fészkel, a fertőn jelentős mennyiségben költ a sitke, és a többi nádiposzát a fajtól eltérően, például ez egy rövid távú vonulófaj, csak a földközi tenger környékére vonul, korán visszaérkezik. Hát a sitke körül, nem azt mondom, hogy minden gondolatom a körül forog, de a telefonom csengő hangja a sitke éneke. E-mail címem is az, és a telefonom háttérképe is a sitke.
Tehát úgy mindig örömmel tölti el az ember, tehát tavasszal, amikor nagyon korán megérkezik a sitke, sokszor már február végén, március elején, sokkal korábban, mint a többi ilyen nádi énekes madár, és akkor megszólalnak a nádasba, ugye akkor már lehet tudni, hogy jön a tavasz. Köszönöm, Attila. Hát ha egyet ki kellene emelni, akkor talán a nyári lúd. Ugye én alapvetően vízimadarakkal foglalkoztam, mondjuk ugye a pályafutásom során szinte végig, és hát néhány ilyen emblematikus fajt ki lehetne jelölni a fertőre is, hogy mik azok, amik igazán jól jellemzik, és ezek közül az egyik a nyári úr, amikor elkezdett érdekelni ez a madár, és most már hosszú idő óta jelöljük őket, sok mindent vizsgálunk ezzel a fajjal kapcsolatban, és egy rendkívül érdekes madár, intelligens is, nagy területeket bejár, tehát van mit felfedezni vele kapcsolatban. Én remélem a beszélgetés meghozta a nézők kedvét, hogy csatlakozzanak minél többen a Magyar Madártani Egyesület soproni csoportjához, vagy legalábbis kövessék a tevékenységet. Hogy lehet ezt megtenni? Mi a teendőjük? Hát a legegyszerűbb felkeresni a Madártani Egyesületnek a weboldalát, ott néhány kattintással tagsághoz lehet jutni, de tudunk segíteni, megtalálhatóak vagyunk itt Sopronban, akár a titkos közösen szervezett előadásokon, de hát jellemzően azért, ha nem is heti rendszerességgel, de jelen vagyunk a médiában, és Facebook oldalunk van, tehát könnyen elérhetőek vagyunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és sok energiát kívánok ehhez a szép munkához és tevékenységhez. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ennyi fért Mozaik című adásunkban. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!